Slash. Sziasztok! Ez itt a Kisles idei második epizódja. Amennyiben nem szeretnél lemaradni egyetlen új beszélgetésünkről sem, kérünk titeket, hogy iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, valamint kövessetek a Facebookon. Ezt muszáj lesz innentől kezdve minden adás elején elmondani, úgyhogy ne haragudjatok, érted ezt? Micsoda? Imádni fogják. Imádni fogják, de van egy olyan opció a YouTube-on főleg, hogy egyből tudsz ugrani majd az első témára. És nem kell ezt a intrót, meg a marketing dumát meghallgatni, de azt mondták a profik, hogy ezt így kell csinálni, úgyhogy megpróbálunk mi is úgy tenni, mint akik profik. Szóval a mai adás tartalmából ugye újabb két mérkőzés lejátszott a Fehérvár a Jégkorong Bajnokok Ligájában. Ma a felvétel napján vasárnap lejátszották a Hell Magyar Szuperkupa döntőt, megvan a jövő évi top világbajnokság menetrendje, és indul az Erste Liga. Ugye ezzel kapcsolatban rengeteg aggasztó és érdekes információ és napvilágot látott, úgyhogy szerintem kezdjünk bele. Időrendi sorrendben az Erste-vel kéne kezdenünk, de most a fontossági sorrendet vegyük figyelembe, és a Bajnokok Ligájával kezdjünk. A Bajnokok Ligájában két idegenbeli mérkőzésen van túl a Hidrofehérvár AV 19. Hát sajnos nem sikerült olyan szorosra a Rögle elleni idegenbeli találkozó, mint az itthoni. 7-1-es vereség lett a vége. Ti hogy láttátok ezt a mérkőzést? Hát én sehogy, mert ugye Spanyolországban nyaralok, de ahogy olvastam... Akkor miért beszélsz róla? A második harmad után még 1-1 volt, de ahogy a cseten írtátok, szerintem most nekünk volt szerencsénk ezzel? Már nem. Hogy nem láttad. Kérdezem tőletek. Vagy folyam írta a cseten, hogy egy kicsit olyan, mintha játszanának velünk az elején. Tehát, mintha a Zürich meccs eleje lett volna, most a röglei meccs eleje. Röglei. Nem, igazából én azt éreztem ezen a mérkőzésen, hogy az a 7-1, az első másodperctől kezdve benne volt, és nagyon jó ellenféllel találtuk szembe magunkat, de te most összekeverted, és engem is egy kicsit megzavartál, mert én a Zürich meccsről írtam, hogy játszottak velünk, és az volt 1-1, tehát azért az más kategória volt már egy picit. A Rögle elleni 7-1-es vereségben én igazából olyan nagyon sok kivetnivalót nem találtam, tulajdonképpen kijött az a különbség a két csapat között, aminek ki kellett jönnie, vagy ami benne van. Ami nekem feltűnő volt, hogy az első két hazai mérkőzéshez képest most tempóban nem tudtuk fölvenni, nem csak koronkezelésben, ahogy az itthoni meccsen, ugye még amikor kint voltunk a lelátón, ott egy picit össze is vitatkoztunk ezen, hogy én azt mondtam, hogy tempóban még csak-csak ott vagyunk, de a koronkezelésünk rossz, és ti erre azt mondtátok, hogy mert ezen a tempón nem tudjuk azt a koronkezelést. Most a tempót sem tudtuk úgy felvenni. Legalábbis Engelhornban biztos nem. Hát én ahogy az eredményeken követtem, én a kapuscserét reklamáltam, és nem azért, mert láttam, egyszerűen csak Babonából. Én azt mondtam, hogy én már Babonából is lehoznám Roát. Ja, egyébként volt szerencsém a Viktorral egy pár mondatot beszélni, mert szuperkupán összefutattunk, és mondott, hogy hát itt már jó volt a jég. Tehát itt már jéggel nem kell küzdeni, és egyébként meg azért... Hát még azt is, csak azt magamat tudom ismételni, van a két bajnokság között ennyi. Tehát ha gémügye lépés, van ennyi a két bajnokság között, és egyébként meg teljesen mindegy, hogy a svéd bajnokságból kivel játszanál. Tehát most, hogy nem a Rögle a bajnok, mert ők talán az alapján vannak itt, hogy tavaly megnyerték ezt a sorozatot, de most ebben vagyok szerintem biztos, de tök mindegy, kivel játszol a svéd első osztályban. Tehát, hogy nincsen ezzel semmi baj, amit a srácok is mondtak így a nyilatkozatok, hogy ebből rengeteget lehet tanulni, akár tapasztalatot, de bármit. A kapusra meg annyit, hogy a másik meccsen meg Dominik megint nem volt, és parád is.
Az... Dominik nagyon elkapta a szezon kezdetet, és nagyon jól szállt be ezekbe a mérkőzésekbe. Nekem két dolog volt, ami vele kapcsolatban feltűnt. Ezt már az első itthoni mérkőzésen, ugye a Rögle ellen védett ő itthon, ott feltűnt, hogy irdatlanul olvasta a játékot. És nem, tehát olyan volt, hogy nem kellett olyan eszeveszett nagy bravúrokat végrehajtania, hanem mindig odaért, időben és pontosan. Ez persze óriási bravúr ezen a tempón, csak nem az volt, hogy a lepkéssel, meg óriási botos védések, meg mit tudom, mindig ott volt, mindig oda tudott helyezkedni, ahova kellett, nagyon-nagyon jó volt. Ugye azon a mérkőzésen óriási bal szerencséje volt neki is, meg a csapatnak is azzal, hogy nem sikerült végül is ott pontot szerezni. És ugye akkor térjünk át a Zürich elleni mérkőzésre, ugye ez egy kisebb csarnokban játszották, ott ilyen ellentmondó információk voltak, nézzétek el nekünk, én nem néztem utána, hogy tulajdonképpen ténylegesen mekkora az a csarnok, az 1500-tól a 4000-ig sok minden elhangzott, tévéközvetítés alatt is, de egy tök jó hangulatú mérkőzés volt, viszonylag sok szurkolóval, közel teltház volt, és nagyon-nagyon sok Fehérvár szurkoló kísérte el a csapatot, mind Engelhorma, mint Zürichbe, illetőleg Zürich mellett ebben a kis faluban. Itt volt egy érdekesség, ezt mutatták, vagy beszéltek róla a Sport TV-n, és aztán a Facebookon fel is bukkant ez a kis üveglapocska, ami a 2009-es világbajnokságon volt, hogy ott edzett az akkori magyar válogatott, és akkor ott a helyiek gyorsan aláírattak velük egy üveglapot, ami azóta is kint van a folyosón, vagy az öltöző falán. Többek között a kanadai és az amerikai akkori válogatott aláírásai között. Érdekes. Én ezzel a meccsel kapcsolatban eredményeken követtem, és ránéztem, hogy mit csinál a Salzburg. És én arra hívnám fel a figyelmet, hogy az a Salzburg, akit mi szorongattunk a bajnoki döntőbe, az csoport másodikként áll 7 ponttal, 3 hosszabbításos győzelemmel, 1 hosszabbításos vereséggel a Freiburg mögött, előzve a Stavangert és az Illest. Igen. Szerencséjük volt. Egy kicsit több pénz van ott. A döntőben úgy értem, ott volt szerencséjük. De nem, hát mindenképp jó ez a BL sztori, és ja, még annyit jól emlékszem, Viktor azt is mondta, hogy nagyon imádták a csapatok is a fehérvári hangulatot, tehát az tényleg szuper volt. Olyan visszajelzések jöttek, hogy szerettek itt játszani. Tényleg jó volt. Ezt már a múlt adásban meg is beszéltük, hogy milyen fantasztikus rendezés és fantasztikus hangulat volt azon a két mérkőzésen, és ugyanez várható szerintem majd októberben, amikor jön a Katowice. Katowice, nem a Krakó. Annyira jó, hogy végre nem mi hibáztunk, hogy ezt muszáj, tehát kicsit azért odaszúrunk mi is néha, ha már minket joggal piszkálnak a hibáink miatt, ugye Andersen szuperkupa, hogy messzebb ne menjünk. És ha már Andersen, meg ha már szuperkupa, akkor ugye mai nap folyamán megrendezésre került a szezon első hivatalos Erste Liga eseménye, a Hell Superkupa a Tüske csarnokban, a Ferencváros mint magyar bajnok, és a Debrecen mint kupagyőztes vívta ezt a mérkőzést. Szarviti, kint voltatok Tommal ezen a találkozón, hogy éreztétek magatokat, mennyi néző volt, így a büfé változott-e bármit is, tehát első körben a szurkolói szempontot hozd ide, léci. Hát a büféről én azért tudok keveset mondani, mert én régebben is éreztem olyan nagyon rossznak. Tehát, hogy én nem tudom, mi alapján ítélték, hogy nagyon rossznak a szurkolók a büfét. 1500-at mondtak, 1400 valamennyit nézőt. Én akkor bekérdeztem fél hangosan, hogy jó, de ebből mennyi a fizető. És akkor volt egy szagásotti környéken. Mennyi a fizetőnézet. De mindegy, jó hangulat volt. Én most tudtam először körbe menni a Tüskébe, mert ott mindig le szokták zárni így a vendégszektort, most ilyen baráti volt a hangulat. De ahhoz képest tényleg, hogy talán valami NBA-1 mérkőzés volt a Fradi pont, talán egy időben játszott, ahhoz képest
még Fradi szurkolók is voltak, tehát úgy körbe, úgy tűnt, mintha teljesen körbe. Mm. Egyébként nem volt rossz, sőt a büfé, én nem tudom, hogy szerintem talán jobb lett, mert most lehetett hordogot is vásárolni, nem tudom, hogy eddig az jellemző volt, és még talán a második szünetben is, tehát nem nagyon fogytak el a dolgok. Szerintem rendben volt minden. Nem is tudom. A meccs is azt mondom, hogy rendben volt az elején, hogy nehezen indult. Gondolom sokan nézték tévébe. Én meccs előtt a Fradi győzelmet tippeltem volna, de én, hát tudjátok, milyen jól tippelek. Tehát ez most is bejött. Hát a meccsről én azt láttam, hogy meg azt beszéltük a végén ott a srácokkal, hogy a Debrecen úgy azért tűnik, hogy egyben van, Hetényi hozza magát, tehát hogy tényleg csak akkor lőtt gólt neki, ha nem látja a sugár, látja, megfogja. A Fradin meg még van meló. A tuti, és a végén egy kicsit ott el is vesztették a fejüket, azt nem is nagyon értettem, ott volt így hátulról ugyanad rá az ellenről. Na mindegy, szóval jó, azt mondom, hogy jó volt, legyenek ilyen meccsek, vagy legalábbis ilyen paprikások, biztos volt rengeteg hiba, nem mondom, hogy végig a meccset néztük, de főleg a harmadik harmadra, én még ott bátran azt tippeltem, hogy 3-3 lesz a vége, de csak úgy félvittesen, aztán nem, de jó volt, szerintem jól éreztem magam mindenképp. Én tévén követtem az eseményeket a második harmad végéig, aztán nem mentem a beach-re sétálni, ott elszakadt a célna, nem, de... Ami szembetűvő volt, a Biginek a túlzott lelkesedése. Ja. Elég nagy hibák voltak ezek a kiállítás után, még mindig hozott egy második kiállítást. Nem mondom, hogy azon mentem, mert talán egyikből se lett gól, az 5-3-okat nem ütötte be talán a Debrecen, tehát azért az elviszi az energiát. Hát az előzetes, meg ugye amit mondtál, hogy a Fradi Kisvárda foci meccs volt, valahol ilyen Fradis oldalon ezt szóvá is tették, hogy így népszerűsít a szövetség, hogy nem kéne a focival harcba szállni, mert az nem fog menni, nem egy időbe kellett volna rendezni. Aztán de én ebbe úgy hallottam, hogy igazából a Kisvárdát tették át. Tehát az úgy volt, hogy szombaton lett a foci meccs, és talán most volt ez a nemzetközi, és emiatt tolták át a vasárnapra, és akkor ezt már nem akarták visszaúzni, gondolom, szombatra. Tehát... Mm-hmm. Ők szálltak szembe a hokiba. Igen. Jól megverik őket majd egyszer. Na jó, de attól még akkor lehetett volna ezt mondjuk este 8-ra tenni, ezt a Fradi Kisvárdát, és akkor mindkét mérkőzésre ki tud menni, az nagyon... Ja, tehát mindegy. Ez nem segít. Nem fogják a hokihoz igazítani. Igen. Aztán a másik az volt, hogy kijött a szövetség oldalán egy poszt, hogy a lányokkal lehet találkozni az mi volt? Ez Hell Superkupán, de hogy hol és mikor, az csak egy pár órával később gondolom, egy pára megjegyezték, hogy nincs ott semmi adat arról, hogy hol lesz ez a döntés, mikor, akkor megjelent rajta az is. Kicsit olyan érzésem van, tudod, hogy volt egy ilyen rossz vicc a szőkenőkkel, hogy azért kell hétvégén is dolgozni, meg különben hétfőn újra be kell őket tanítani. Tehát kicsit ezt érzem, hogy minden szezon elején belelépünk ugyanazokba a dolgokba. Jó lenne ezeken már túl lenni. Hát a fene tudja. Én nekem baromira tetszett az a... De ugye ezt megint csak a Facebook nem láttam. Talán az M4-en valószínűleg hirdették, de nem azért, mert Hell Superkupa volt, hanem azért, mert közvetítette a televízió. De tényleg picit több marketing valószínűleg azt a 2500 nézőt is kihívta volna a tüskébe, hogy megteljen. Nem akarom összehasonlítani, de tényleg amikor a 2009-10-11-12 környékén ennél jóval alacsonyabb szint vonalú bajnokságban, a mostaninál jóval alacsonyabb szintű bajnokságban is, hát bizony sokszor volt, hogy több néző volt, mert akkor jó volt a marketingje a magyar jégkorongnak, most nem az. Pedig ott vagyunk, ott vannak a nők az A-csoportban, ott vannak a férfiak az A-csoportban, ott vannak az utánpótlás csapataink az A-csoportban, vagy a környékén, tehát hogy azért... A régen ilyenkor talán volt a kereskedelmi tévé is velünk. Igen. Most, igen. Jó, hogy ez most már lehet, hogy nem akkora sztori, mert már harmadszor, de azért 7 éven, tehát nem minden nap jutunk föl, meg maradunk benne, meg, tehát igen. Egyébként nem volt rossz így élőben kint lenni, de lehet, hogy az is, hogy már ugye rég láttunk élőben jégkorongmeccset, de egész jó volt a körítés, tehát voltak a helles hölgyek, és akkor lehetett kóstolni többféle új íz, tehát most
nekem mindegyik volt. De... Bruce Willis nem volt ott? Hogy? Bruce Willis nem volt ott? Bruce Willis nem volt, vagy legalábbis nem láttam. Volt a tünetben játékok, nem tudom, gyerekeknek, azt nem is olyan láttam, de volt egy ilyen autóversenyszerűség, egy üldözéses verseny. Tehát voltak még így programok, volt kahut játék az első tünetben. Sokadikak lettünk, ne kérdezni. Jó volt, de mondom, a lányokkal meg most én sem ismerném föl mindegyiket arcról, de azért könnyen meg lehetett őket találni, mert a főbejáratnál ott volt ez az asztalka, és akkor ott mentek a... Ja, és még egy fotót el is hoztam, mert azt aláíratni nem, de volt egy ilyen fotó, és akkor lehetett, ja, ezt így megmutatom. Ennyire. Hát ez tök jó fog látszódni, semennyire. De én megmutattam. Majd lefotózod, és beteszem. Igen, és akkor ott voltak ilyen fotók, és akkor ezt így azt lehetett így aláírani, de mondjuk ez nagyon pici. Tehát ezt nem tudom, hogy lehetett aláírani. De mindegy is, szerintem nem volt ez rossz. Voltak már ennél sokkal rosszabb rendezések is. Úgyhogy én jól éreztem magam. De ez a lényeg. Ez a lényeg, ugye? Is. Ezt örömmel hallom, hogy Tomot meg elvesztettük ma estére, annyira jól érezte magát, nem? Mindegy, ebbe nem menjünk most bele. Pedig esetleg a szertár tulajdonosának üzennénk, hogy meccsnapon azért illene nyitva lenni. Igen, az az egy, de tudod, ott pedig, hát azt is megértem, mert ha most úgy van nekik, hogy szombatosan zárva, akkor most egy szuperfáj nem biztos, hogy kinyit, de, vagy így, nem tudom, mert ebben nem tudok én. Nehezményezzük. Hát, mondjuk ez egy negatív nap. De annak meg semmi köze igazából a tüskéhez, tehát... De nem baj. Az a lényeg, hogy egyébként a Deac 4-1-es győzelme megérdemelt volt magabiztosan, és azt a csalós hokit tették ki a jégre, mert egy megugrásból tudtak lőni egy gólt, és onnantól kezdve nagyon ügyesen őrizték az eredményt, kontráztak, és nekem nagyon tetszett az a fajta magabiztosság, ahogy játszottak, különösen tetszett Mihalik gólja, ahogy körbe koriszta a Fradi védőt. Igen. Ritkán látunk ilyet Magyarországon, én azt gondolom, hogy ez nagyon szép volt. Picit hasonlított ugye a Zürich itteni második góljára a Fehérvár ellen, amikor a saját harmadából indulva a védő körbe korizott mindenkit. Itt a Mihalik nem a saját harmadából indulva, de nagyon szépen megcsinálta, és volt türelme, fiatal játékos vagy fiatal kora ellenére volt türelme kivárni, és megvárt, amíg Arany Geri elsüllyed, és nagyon szépen fölemelte. Jó volt, szép volt. Nekem egy picit a Deac játéka olyan értelemben volt meglepetés, hogy elég sok játékos cserélődött, de dettó ugyanazt láttam tőlük, amit a tavalyi szezonban tett az edző, és a struktúra az adott volt, és hát Hetényi Zolit ugye nem kell hova dicsérni, már nem lehet, tehát elképesztő magabiztossággal védett megint. A Fradi játéka pedig picit olyan furcsa is volt, ugye, hogy te említetted, hogy a végére ott elfogyott a cérna a Fradinál, és elkezdtek keménykedni. A második harmad szünetében, vagy a második harmad szünetben nyilatkozta valamelyik Fradi játékos be, valami őszintén nem emlékszem ki volt, de hogy most már el kell kezdenünk a saját játékunkat játszani, és a harmadik harmadra úgy jöttek, hogy bontottak mindenkit, aki szembe jött, és ugye pont ez volt talán a Fradi elleni legtöbbször felhozott vád, vagy kifogás, hogy túlságosan sok testjátékot játszik, elkezdték a saját játékokat játszani, akkor ez a Fradinak a játéka, ez a nagyon kemény testjáték? Nem volt ez alattomos, vagy nem voltak kirívó szabálytalanságok, de valóban nagyon kemény testjátékot próbáltak játszani a harmadik harmadban. Én az első kettőt láttam, én a Debrecennél néztem az új játékosokat, ezt a 205 meg 192 centis srácot. Ezen a szinten jól mozogtak. Tehát nekem O'Brien a volánban darabosabb, mint a 205 centis srác itt. Más szint persze,
De azért ez egy orosz. De milyen volt az a harmadik gól? Az megvan? De az ő volt a padon, a bünteti padon, és onnan ugrott vissza. Az nagyon, azon így néztük a gólt, és hogy most nem fújták le Tilosra, mert ugye ő volt elől, és akkor így nem volt les. Mert annyira gyorsan ugrott az be, jó, de les se volt semmi, nem. És állítólag, hogy azt beszélgettük a Ponta Viktorral, látunk egymás mellett, hogy esetleg az is benne lehet, hogy ugye a Arangeri is így kicsit kimozdult korongra, mert ha esetleg áll egy helyben, akkor lehet, hogy lefújják Tilosit. De akkor sem biztos. Na, itt lett volna jó reke, megkérdezem, és hogy van ez, mert ez mondjuk megint egy tényleg egy olyan érdekes jelenet, amit azért ilyet nem nagyon szoktunk látni, de szépen is, és aztán meg így bőrbe eltettem, óriási volt. Nagyon szépen finoman csinálta. Igen, szóval Debrecen annak ellenére, hogy mindig picit alul értékeltek, azért ők szépen csendben minden évben nyernek egy-két dolgot, egy kupát mindig hazavisznek. Hát nagyon sok sikert kívánunk a Debrecennek is, meg természetesen a Ferencvárosnak is az egész bajnokságra. Én azt gondolom, Albival nem feltétlenül értek egyet, nekem tetszett a játék, nekem tetszett a tempó, messze nem volt annyira szezon elejé vagy idény elejé, mint amennyire én számítottam rá, hogy kicsit lassú lesz, kicsit körülményes lesz, kifejezetten jó pörgős meccs volt én szerintem. Pont, és jövő héten kezd a szezon, és pont egy Debrecen Fradival indulnak, ők van, mert fel a tűzben. Jó lesz ez, szerintem nem lesz rossz. Térjünk rá. Sem várjuk addig. Igen, de még egy csapat keretét. Picit még kalandozzunk el, ugye itt most már többször szóba került a magyar válogatott. Ugye megjelent az IHF honlapján, hivatalosan is megjelent a pontos időbeosztással a sorsolás a jövő évi A-csoportos világbajnokságra. Az a helyzet, hogy aki hallgatja, annak mondom, aki nem hallgatja, annak majd mutatom is, hogy május 13-án szombaton kezdünk, ugye a nyitónap az péntek, akkor nem játszunk, május 13-án szombaton kezdünk Dánia ellen, aztán másnap, vasárnap 11 óra 20 perckor az Egyesült Államokkal játszunk, majd egy szünnapot követően jön Franciaország kedden este. Itt ugye a dánokkal, Amerikai Egyesült Államok, Franciaország, Svédország, Finnország, Németország, Ausztria sorrendben, akikkel játszunk. Nekem személy szerint nagyon jónak tűnik a sorsolás, tekintettel arra, hogy a dánok ellen, akik persze nincsenek közel hozzánk, tehát hiú ábrándokat ne kergessünk, de a dánok ellen ugye kvázi felkészülten, frissen érkezhetünk, másnap USA ellen egy rövid pihenővel megyünk, majd a franciák, akik ellen reményeink szerint talán a legtöbb esélyünk lesz, bár ugye tétmérkőzésen ők azért rendre megvernek minket, de egy szünnapot követően, ráadásul esti mérkőzésen találkozunk Franciaországgal, tehát pihenten mehetünk bele ebbe a mérkőzésbe, majd újabb szünnap, és csütörtök pénteken játszunk a svédekkel és a finnekkel, majd újabb szűnnapot követően játszunk a németekkel, 15 óra 20 perckor, és 22-én, május 22-én hétfőn esti mérkőzést játszunk az osztrákokkal, tehát az osztrákok ellen is több mint 24 óra pihenőidőnk van. Nekem nem tűnik rossznak. Tehát ennél sokkal rosszabb sorsolást is el lehetett volna csípni. Hát ennél csak az lenne jobb, ha esetleg játszhatnánk Hollandiával, Romániával, ennél már csak az lenne, mert egyébként hát tényleg ne kergessünk ilyen ábrándokat, tehát azért az a dán-francia osztrák igen verhető, de hát de nem. Tehát ők hozzájuk vagyunk a legközelebb, de hát ugye akkor megint az van, hogy én jól tippelek, kikapul, mint az állat, és akkor remélem nem. Hát azért Kevin Konstantin majd lehet, hogy valami nagyon jó kis taktikát oda tud tenni, amivel szorossá tudjuk tenni ezeket a meccseket, és úgy, akkor már bármi benne lehet.
ebben bízunk. De azt gondolom, hogy ez kifejezetten jó sorsolás. Most már csak az egy kérdésem van, hogy ott vagyunk már? Nem, azért legyen még egy jó kis szezon, tehát erre rá kell készülni, nem szabad így beleugrani. Jó, akkor viszont ugorjunk bele az Eszterligába. Jó, beszéljünk egy kicsit erről az Eszterligáról. Ugye pontrendszer, akadémiai csapatok a felnőttek között, megszűnt Győr, Andersen másodosztály, Román Szövetségnek közgyűlése lesz jövő csütörtökön. Sok-sok érdekes, bíztató vagy éppen elgondolkodtató dolog történt a nyáron, vagy az előszezonban. Ha mindenről véleményt akarnánk formálni, vagy mindenről szeretnénk beszélni, akkor ez a mai adásban biztos, hogy nem férne bele. De egy-két dolgot sokak nagy örömére vagy bánatára azért kiemelnénk. Indulásnak azt, hogy mindösszesen 36 meccses alapszakasszal indul ez a szezon. Ugye mi megnéztük... Lépegetünk előre. Igen, hátra. Én emlékszem, Ámos jut ilyenkor mindig eszembe, aki mondta, hogy messziről indultunk, hogy fejlődik a liga, de nagyon messziről indultunk, és barna kicsi lépésekkel haladunk előre, meg néha egyet hátra. Igen. Nem csak messziről, mélyről is, az a baj. Nem, tehát biztos nagyon negatív vagyok, meg ezt mindig megkapjuk utána üzenetbe, vagy cseten, hogy hozzászólásban, hogy minek kell előre korábban kiírni, úgyis változni fog a bajnokság, meg mit tudom. De hát most kiírták két héttel a kezdéset, azt megint ott tartunk, hogy az erdélyi csapatok jönnek, nem jönnek, 7 csapat, 10 csapat, hogy lesz, mi lesz? És 7 csapat a bajnokság. Igen, hát ugye hivatalosan a Román Jégkorong Szövetség tisztújító közgyűlése lenne jövő hét csütörtökön. Ez azért érdekes ez az időpont, ez a szeptember 15-e, mert másnap pénteken kezdődik a bajnokság, talán 20 vagy 21 vagy 22-én már minden romániai csapat be kell, hogy mutatkozzon, vagy be kéne, hogy mutatkozzon az Erste Ligában. Ezt lehet, hogy újra vesszük. Ebből mi az ki jól. Ezért kapsz. Hát ott van a Brassó. Ott van a Brassó is. Szóval, tehát, hogy az van, hogy az engedélye ennek a három csapatnak, ez szeptember 15-ig szól. Véletlenül pont 16-án kezdődik a bajnokság, tehát nem tudják hamarabb elkezdeni. És ugye most az a történet, hogy elnököt választanak, elnökséget választanak, vagy választanának a Román Szövetségnél. Nagyon sok cikk és kisebb-nagyobb komment háború született ezzel kapcsolatban. Annyit kell tudni a történetről, hogy rengeteg erdélyi, magyar jelentkezett különböző tisztségekre, akiknek a legtöbbnek a jelentkezését ilyen-olyan formai vagy határidő túllépési kifogással, nevezzük így, elutasították. Ez viszont azt eredményezheti a hírek szerint, hogy határozatképtelen lesz a 15-i ligaülés vagy szövetségi ülés, ami azt eredményezheti, hogy nem fogják tudni elengedni a csapatokat az Erste Ligába. Én most tök pozitív vagyok, én látom a fejlődést, mert tavaly az volt a problémánk a Brassóval kapcsolatban, ugye, hogy nem neveztek időbe, akkor azt mondtuk, hogy adják le a nevezést időbe, aztán, hogy majd a Román Szövetség elengedi, vagy nem engedi őket, az majd akkor kiderül, de akkor már le van adva az érvényes nevezésük, ha tudnak jönni, jönnek, hanem nem azon múlik, hogy az Erszébe van érvényes nevezésük. Az idén megvan, mind a hárman neveztek az Erszébe. Ez meg legyen a Román Szövetség, meg az ő játékuk, aztán majd, ha vége van, akkor meg tudjuk úgy is, hogy mi van. El tudjátok azt a forgatókönyvet képzelni, hogy nem jönnek ezek a csapatok az Erste Ligába? Szerintem ez a VB-től indul. Ez a hírig. A himnusz éneklésnek a folytatás ez, vagy nem tudom, de mondjam azt, nem érdekel már. Annyira, tehát ez minden évben ez a játék. Igen, uncsi. Vagy barátom... pénzről szólhat. Én nem is tudom. Egy tanult barátom azt szokta mondani, hogy hát én ezt a filmet már láttam. Jó,
Jó, hát minden esetre megint érdekes, és semmi meglepő, már azt mondom, hogy teljesen megszokott történet, hogy valami gubanc azért mindig van a bajnokság indulása előtt az erdélyi csapatokkal. Egy picit nagyon... Igen? Akartam mondani, hogy tegyük fel, hogy tudnak indulni, és akkor ugye 36 mérkőzéses alapszakaszt játszanak a csapatok, ami viszont szerintem rettentő kevés, tehát én vártam, hogy akkor valami kupakiírás, All-Star, tehát valamivel tegyük tele a szezont, vagy még egy félforduló, vagy valami, de nem úgy, tehát ugyanabban, mint a tavalyi szisztéma szerint megy le a bajnokság, 36 alapszakasz meccs, szerintem nagyon kevés. Hát megnéztük, ugye az adás előtt kigyűjtögettük az átcsoportos ellenfeleink bajnokságait, hogyha megnézzük. Jó, most ne az NHL-el példálózzunk, ahol ugye 80 plusz alapszakasz mérkőzés van, vagy a finn, vagy a svéd, ahol 60, illetőleg 52 alapszakasz mérkőzés van a bajnokságban. A németeknél 56, az ICHL-ben és a dánoknál, a Metal League-ben 48, és a franciáknál is 44 mérkőzéses alapszakaszról beszélünk. Nem jelentősen, de azért szignifikánsan több mindenhol, mint nálunk. A 20% a legrosszabb esetben is a különbség, ugye 20. 20%-a többet játszanak. Hát nem is lehet mit mondani. Én nem is tudtam. Tehát én nem is figyeltem, még Alvin nem mondta, hogy 36. Az semmi. Mondom, az semmi. Tehát, hogy ez nem vezet jóra, hogy utána tuti. De egyre inkább úgy érezzem, hogy senkinek, vagy legalábbis nagyon keveseknek érdeke az, hogy a magyar jégkorong jobb legyen. És egyébként ez is egy kicsit fárasztó, hogy mindig ezt így látjuk. Már pedig így látjuk. Na de hát tehát így látjuk, mert ez van. Vagy legalábbis és nagyon úgy tűnik, hogy ez van. És tévedés, most én nem a szövetséget hibáztatnám, vagy nem feltétlenül csak őket, mert ők írják ki, vagy nem tudom, ki írja ki a bajnokságot, de hogy a csapatok sem akarnak több meccset játszani, vagy... Ugye ezt nem tudjuk, hogy ez kinek a döntése, vagy milyen fórumon vitatták ezt meg, az viszont tény, hogy ez így nem. Ez ugye minden évben elmondjuk, minden héten elmondjuk, mi is adásban akár, hogy sorozatterhelés, az hozza meg a... És azt gondolom, hogy az Erste Liga van olyan színvonalú, hogy azért, ha itt nem 36, hanem 42, 44, 46, 48 meccset kellene játszani, simán meg lehetett volna csinálni egy ilyen forgatókönyvet, akkor azt gondolom, hogy sokkal felkészültebben érkeznének a játékosok a válogatottba, mint így, hogy ritkábban vannak a meccsek, mint tudom, és van egy nagyon fontos kérdés, amivel majd néhány adáson belül szeretnénk foglalkozni, mert már elkezdtem én ehhez összegyűjteni az információkat, de ne legyen igaz. De ugye itt nagyon-nagyon fontos kérdés mostanában az energia árak kérdése. Attól nem lesz olcsóbb, én szerintem, a bajnokság, hogy nagyjából ugyanakkor van vége, csak ritkábban játszunk a csarnokban. Gyereket ugyanúgy fenntartják, vagy hát tudom, hogy a csarnok üzemeltető, hanem a klub, akkor valószínűleg csak fizet a jégidőért, tehát akkor lehet, hogy olcsóbban jön ki, de igen, ezek érdekes rossz időben. Nekem még egyébként még az jutott eszem, hogy ugye a CHL meccseken otthon voltunk, egy hetet otthon voltam én is Magyarországon, és beültem egy moziba, sétálgattam a körúton, és éneket láttam, hogy Sport TV-s reklámautó, ez a poszteres autó, Sport TV-s reklám a moziban a film előtt, hogy a jégkorongot nem lehetne való, de ugye mi a fiatalokat mindig el akarjuk kérni, és nekem az tök eszembe, hogy ez tök jó lenne. Tehát egy moziban a fiatalok ülnek be. Meg te? Nem, meg én. Az. Török fiatal? De hát most figyelj, marketing meg népszerűsítés, ugye az előző adásban megpróbáltad felvetni azt a kérdést, hogy hát azért feltennél egy-két kérdést az online sajtótájékoztatón majd, hát nem volt online. Pont. Tehát megoldották ezt a kérdést. Jó, ez így. Ugye ezt arról beszélgettünk egymás között, amikor kiderült, hogy megvolt a sajtótájékoztató, persze, semmi köze a hülye szurkolónak hozzá, hogy annak idején a 90-es években, vagy a 80-as évek végén, amikor még internet
nem, vagy a 90-es évek közepén még alig-alig volt. Ugye ennek a sajtótájékoztatónak megvolt a létjogosultsága, arra vonatkozott, hogy a sajtót tájékoztatják, a sajtó pedig másnap tájékoztatott téged, leírt formában, elolvashattad, hogy mit mondott XY edző, klubtulajdonos, bárki az előző napon, vagy éppen játékos. Ma, kéne a korra. Ma nagyon sok csapatnál, mindenhol szinte, nem csak a fociban, vagy a teniszben, hanem mindenhol, még jégkorongban is, online sajtótájékoztatókat szoktak ugye tartani, ahova bárki becsatlakozhat, az más kérdés, hogy van olyan, mint például Fehérváron, vagy akár Diósgyőrben volt ilyen, hogy te kérdezhettél, mint egyszerű földi halandó, és van olyan, ahol nem kérdezhetsz, mert az előre leadott újságírói kérdésekre, vagy az előre leírt kommunikét olvassák fel. De az egy tájékoztató. Itt pedig megint mi volt? A tavalyi blama után, ami nagyon szánalmasra sikerült, és ugye látta, akit érdekelt, de láthatta ország, világ, hogy nem az a videó indult el, nem úgy indult el, nem lehetett hallani, nem látták egymást, nem hallották egymást, tehát egy vicces, ettől megszabadultunk, nem kellett ezen idegeskednünk, hogy hát már megint nem sikerült összehozni az internet kapcsolatot. De akkor ez is egy fejlődés. Fejlődés, persze. Na de azért, mert ott volt mindenki egy helyen. Azért nem lehet videó kapcsolatban, nem lehet most COVID. Ez is igaz. Most egy kamerával meg lehetett volna oldani a dolgot. Nem. Szóval furcsa. Elé mentek a hibának, nagy elrontjuk. Szóval, na, ez azért, na, nem. Eszterigáról majd, hogy nem azt mondanám, hogy ennyit, de azért még egy dolgot idehoznánk. Néhány nappal, héttel ezelőtt Albival sörözgettünk egy kicsit, és kipattant egy szikra így valamikor hajnali egy óra felé, hogy igen, egyébként nem volt rossz. Tehát szerintem nem volt rossz. Nézzük meg, hogy kik és milyen posztról vonultak vissza. Még mindig azt tartjuk, hogy vélhetően a pontrendszer okozta változásoknak köszönhetően, vagy nagyban annak köszönhetően, és nem vettük bele azokat a játékosokat, akikről még nem tudni, hogy hol folytatják, de belevettük azokat a játékosokat, akik egyértelműen és határozottan kijelentették már, hogy ők bizony már abba hagyják a jégkorongot, és összehoztuk a Kisles Retired Team csapatot, íme itt mutatom. Szóval, kapuban Dusek és Rucuy Gellért. Rucuy Gellértről azért tudni kell, hogy ő már nem, tényleg nem fiatal, de azért még lehet, hogy egy-két szezon benne is benne lehet, de a majdnem fiatal Dusek váltótársa lehet, és taníthatja Duseket legalábbis nálunk. Ez a védőpáros szerintem bármelyik csapatban elférne, hogy Berta Hegyi, Galanis és Szappanos, és itt ugye mi betettük Kóger Dánielt, de róla nem feltétlenül tudjuk, ha jól emlékszem, hogy most abba adja-e vagy sem. Talán még a követ... róla. Így van, még nem mondtunk le róla. Be tudjuk tenni Pavukot az ő posztjára simán. A második sorban Bugár, Erdőhelyi, Rocanov, Hajós, bár Rocanovról is úgy hírlik, hogy nem feltétlenül vonult vissza. Harmadik sorban Florián Sándor, Pap Szabolcs, Majoros Barnabás, Turbuc Bödök, a csatársorban illetőleg Kovács Máté, Odnoga Mátyás, Szlama Dániel, Smál Kristóf és Lőci Árpád, akik alkotják a mi négy sorunkat, illetve még van Almási Márk, Németh Péter, Csiki Attila és Zsigmond Áron, akik szintén támadó poszton alternatívát jelentenek a visszavonult Ladányi Balázs vezetőedzőnek és a visszavonult Szuper Levente kapusedzőnek. Ez azért egy olyan névsor, amivel szerintem az Eszterligában lehet, hogy meg tudnánk csípni a playoffot, nem, srácok? Eljátszottunk a gondolattal, hogy nem lenne ez rossz csapat. Igen.
Hát persze tudjuk, hogy hosszú a szezon, és szezon közben is lehet még igazolni, úgyhogy bízunk benne, hogy a fiatalok, akik Győrből nem találtak maguknak csapatot, még azért találnak, akár az Andersen ligában, ugye a másodosztály még nyitott, és lehet, hogy sokan ott fognak kikötni azok közül, akik most még nem hivatalosan abbahagyták, hanem várják a lehetőséget. Aztán persze lehet, hogy már tudják ők, hogy hol fogják folytatni. De azért ez elgondolkodtató. Én azt gondolom, hogy ilyen nevek, Hegyi, Rocanov, Pavuk, szerintem mindegyikőjükben biztos, hogy vagy Berta, biztos, hogy lett volna még egy-két jó év. Galanis nagyon sok pontot termelt minden évben. A kapus poszton is, az még kölyökkor kapusoknál. Igen. Kapus. Hát jó, hát 38 talán... A Dominátor meddig nyomta, 41? Igen. Mondom, hogy így. Igen, tehát Rucuj talán 38, de Dusek is 32, valahogy így. Nem néztem most ezt meg, úgyhogy megint számok, és lehet, hogy tévedünk. De azért ez érdekes, nem? Igen. Tehát azért tényleg az a Maxim Győrben én azt hittem, hogy többen fognak csapatot találni, legalábbis tudomásunk szerint ugye ennyien találtak csapatot. A védők nagyjából elkeltek, de hát az hiány szakma, mint tudjuk. Igen. Hát érdekes, de most a pontrendszerre hivatkozol, vagy arra gondolkod? Én arra. Én még mindig arra hivatkozok, mert azt gondolom, hogy abban a dolgozatban, ami erről született, az előbb még a nyelvemen volt az a szófordulat, ami a saját jól felfogott érdek, vagy valami ilyesmi mondat volt, ami arra utalt, hogy hát értelmesen igazoljanak. Hát, ez biznisz. Tehát itt az eredmény számít, és itt értem én, hogy a Magyar Jégkorong Szövetség oldaláról az a cél, hogy építsük a magyar jégkorongot, a jövőt, ezért tegyünk bele U23-as játékosokat a keretbe, meg stb. De ez egy üzleti vállalkozás, az más kérdés, hogy még ez nem hoz pénzt, de lehet, hogy néhány év múlva tud olyan színvonalat elérni, hogy vagy olyan fizetőképes keresletet találni a magyar jégkorong, ahol ez már tényleg reális pénzügyi vállalkozásként működtethető történet, de mindenféleképpen sikerorientált. Tehát nem arról szól a történet, ez nem egy utánpótlás bajnokság az Erste Liga. Igen, ráadásul sok légiós lett, ugye, és pont most néztem, hogy az 5-3 akadt például a Spirkoék, vagy a másik légiós sor játszotta, tehát a padról nem tanulod meg ezeket, úgyhogy nézed. Igen. Hát ott van, ugye Fehérváron bedobták simán a fiatalokat, és persze egy picit a szerencsétlenség is az ő kezükre játszott, azáltal, hogy sérülések voltak, kiestek játékosok, de attól függetlenül is azért Kevin Konstantin bátran hozzányúl a fiatalokhoz. Az más kérdés, hogy gondolom én, hogy aki nem él a lehetőséggel, az nem biztos, hogy egyhamar megkapja újra a lehetőséget, de eddig legalábbis olyan nagyon nagy csalódást nem okozott egyik fehérvári játékos sem a fiatalok közül. Óriási forma tanár úr, mert egy CH meccsen is 6 perccel a végén ott lerántja a kapus, nem? Hát ez hihetetlen. Ott Szarvival vitatkoztunk, vagy inkább azt mondom, hogy te egy kicsit ott fel voltál háborod, vagy te nem hoztad volna le 3-1-nél, vagy 4-1-nél a kapust, vagy hogy volt a Zürich elleni meccsen? Vagy túl korán hozta le a kapus, nem? Nem is vitatkoztunk, az egy régebbi sztori volt, amikor hogy nem bevett szokás azért ezt. Igen, de nem. A cég előtt meg főleg nem. Hát nem tudom, a Kevin egy tényleg a John Cooperhez hasonló pali, de hát mondjuk ezek tényleg azt lehet mondani, hogy előkészülti meccsek, de hát de tényleg 6-6-6-tal. Én itt néztem a tévén, hát hangosan rögtön. De ez szerintem ez tök jó, mert ezt egy olyan szinten gyakorolhattuk, amit a bajnokságban lehet, hogy kamatozni fog. Igen, persze. Persze, és talán most ezen a meccsen nem, de amikor Fehérváron voltunk, ott is lehozt a 7-1-nél. Uh-huh. Csak akkor nem is kaptunk gólt. Tehát akkor, sőt, meg jól is játszottuk le sokszor a
6-5 ellen. Most is jó volt. Nekem nagyon tetszett. Egyedül, amikor a kurát véletlenül elütött a korong fölött, és abból meglódultak, és ugye még ráadásul egy kiállítást is összeszedtünk belőle. Talán a Petán, nem? Petán volt, bocsánat, igen. Talán a Petán. Igen, de... Hát persze, ő egy ilyen habicsúsú fali. De hát szerintem meg tudná magyarázni, de neki tudja lenne erre. Tehát nem tudná sarokba szorítani ez a kérdése, hogy miért hoztad le? neki lenne hitel. Szerintem másfél oldal válasza lenne rá egyébként. Jó, hölgyek, urak! Nagyon ennyi szépen. Volt? Ennyi volt már. Az a helyzet, hogy az Erste Ligával kapcsolatos történetek, például ugye illett volna, azt gondolom, hogy a szezon kezdete előtt megjelennünk a Power Ranking-gel, de ha most abba belemegyünk, az még 3-4 órás mutatványt okozott volna talán, és nem feltétlenül lett volna szerencsés kihagyni mondjuk a Bajnokok Ligája mérkőzésekről az élménybeszámolót, vagy a szuperkupáról. Úgyhogy, ahogy mondani szokták profi helyeken, anyagtorlódás miatt a Power Ranking az a következő adásra átkerül. Halka mondom, hogy remélem, hogy nem történik addig égszakadás, földindulás, és bele fog férni a következő adásba majd az idei Erste Liga szezon Power Ranking-je. Azzal a fűszerrel, hogy a Fehérvár, a Fehérvár ellenfele a Salzburg, illetőleg a magyar érdekeltségű nagy csapatok értékeit is meg fogjuk mutatni, hogy legyen egy pici összehasonlítási alapunk, hogy milyen távol, vagy éppen milyen közel vannak bizonyos csapataink a nemzetközi ligákban lejátszott tapasztalatok és az ott szerzett pontok aránya a kisles osztályzatai szerint. Úgyhogy köszönjük szépen a mai figyelmet, megint elmondom a végén is, mi bajunk lehet, iratkozzatok fel, meg lájkoljatok, meg írjatok kommentet, azt is képzeljétek el, ezt nektek mondom, akik figyelitek, de egyébként nem a Szarvinak meg Alminak mondom, hogy azt is hallottam, hogy a dislike is, tehát a nem szeretem gomba YouTube-on, az is számít. Az is akkor dislike-oljatok. Így van, tehát dislike-oljatok nyugodtan, de írjatok kommentet Facebookon, tegyetek fel kérdéseiteket, igyekszünk mindig válaszolni, hogy miért nőtt meg a Szarvi haja, és miért nem az Albié például, ez egy nagyon fontos kérdés. További kellemes időtöltés. Így van. Sziasztok! Sziasztok, jó szurkolást!